A konferencián a résztvevők megismerik a köznevelés, a szakképzés előtt álló feladatokat, az ágazati irányítás terveit, szándékait, fejlesztési elképzeléseit, az oktatás eredményességének és minőségének biztosítása érdekében. A jövő kulcsa, hogy milyen felnőtté válnak a diákok, ehhez jó iskolák kellenek, valamint a tanulók, a tanárok és a szülők közötti egységre van szükség. Fejtette ki köszöntőjében Sanda Tamás, a Sándor Palota kabinetfőnöke, címzetes egyetemi docens, aki megnyitotta a konferenciát. A köznevelési államtitkár a közelmúltban elvégzett fejlesztésekről szólt. Maruzsa Zoltán szerint mostanra már látszanak eredmények a tankerületi központokban. Az előző öt esztendőben, az utóbbi egy évet nem beleszámítva, azért jelentős infrastruktúra fejlesztés zajlott, részben uniós, részben hazai költségvetési forrásokból. Ennek eredményeképpen olyan 40%-a tudtuk ezt a 60-at lenyomni. Van tehát feladat bőven ezen a téren is, de a tendencia mindenképpen javuló. A szakképzésért felelős helyettes államtitkár az új szakképzési rendszer eredményeire hívta fel a figyelmet. Pölöskei Gáborné szerint a konferencia jó alkalom, hogy a lehetőségekről és a feladatokról beszéljenek. Növekedett a gyereklétszám, a képzési szerkezet az igazodik, egyre jobban igazodik a iparnak az igényeihez, és úgy változtak a tartalmak, hogy a vállalati igényeket beépítettük, és ez a gyerekek számára sokkal érdekesebb, és ezáltal maga az oktatás érdekesebbé vált. A szakképzés elnyerheti a méltó helyét az oktatási rendszerben, fogalmazott Milibákné Veres Erika, a Heves Vármegyei Szakképzési Centrum főigazgatója. A Heves Vármegyei Szakképzési Centrum 8 iskolája gyakorlatilag lefedi a Heves Vármegyei szakképzés teljes vertikumát. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az intézményeink látszódjanak, nagyon fontosnak tartjuk, hogy az intézményeinkben folyó munkát be tudjuk mi is mutatni. Éppen ezért nagy örömmel vettük, amikor immár második éve fölkértek bennünket, hogy támogassuk, segítsük munkánkkal, a tanulóink jelenlétével, a tanáraink aktív közreműködésével ennek a konferenciának a megszervezését. Az EGRI tankerületi központ két intézménye is a kiállítók között lehet, mondta el Ballagó Zoltán igazgató. Itt megismerkedhetnek a legaktuálisabb oktatást érintő kérdésekkel, első kézből kaphatnak információkat a résztvevők, valamint tehát a kapcsolati hálókat tudják építeni. A tankerületből a Füzesabonyi Teleki Blanka általános iskola mellett az EGRI Pásztorvölgyi általános iskola és gimnázium van jelen. Utóbbi igazgatója Kántor Zsolt is örül a bemutatkozási lehetőségnek. Most itt megjelentünk a nyelvi kapcsolatainkkal, a nyelvtanulással kapcsolatos dolgokkal, eredményeinkkel, illetve a robotika verseny országos döntőinek diákjai, résztvevő diákjai mutatják be azt, hogy ők a szakkörön milyen munkát végeznek. A konferenciát szervező Debreceni Suli Szerviz Oktatási és Szakértői Iroda és Suli Szerviz Pedagógiai Intézet ügyvezetője Molnár Csaba felhívta a figyelmet arra, közel 1000 fő részvételével zajlik a háromnapos esemény. Hagyományosan az oktatásban szakértőként, tanácsadóként, intézményvezetőként, a háttérintézmények vezetőiben dolgozó kollégáknak szervezzük ezt a konferenciát. Egy háromnapos sokszínű rendezvény, nagyon sok szakmai program van. A konferencia keretében 13 olyan alkotás is megtekinthető, amelyet az oktatásban is egyre nagyobb szerephez jutó mesterséges intelligencia készített.